Még augusztusban elindultunk Skóciába, hogy teljesítsük az NC500-as utat a tengerpart mentén. Annával, a lakóautóval vágtunk neki ennek a kalandnak. Nem tudtuk, hogy mire számítsunk, hiszen ez volt az első alkalom, hogy nem csak, hogy ezzel a lakóautóval, de egyáltalán, hogy lakóautóval indultunk neki egy túrának. Általában hotelekben szálltunk meg, most ez különleges alkalom volt. Az NC500 jelentése North Coast, azaz az északi part Skóciának. A tengerpart mentén kirándultunk, Invernesstől haladtunk a keleti parton, fel északnak, az északi oldalt is lenyűgözőnek találtuk, majd haladtunk a nyugati oldalon délre. A legutóbbi részben a fülkéből a mi szemszögünkből láthattátok a skót felföldet, a csodálatos hegyeket, a vidéki tájakat, a kis falvakat, a természet csodáit. Remélem nektek is tetszett ez a kis videó, ez a kis ízelítő abból, hogy mi mit láttunk ez alatt az egy hét alatt. A mai részben az Aardvark kastélyba látogattunk el, azaz annak a romjaihoz. Egy rövid kis információt tudtam összeszedni erről a kastélyról, azaz a romról. Az Aardvark Castle egy ma már romos kastély, amely egy sziklás hegyfokon áll, Loch Assintben, Sutherlandben, Skóciában, az Egyesült Királyságban. Az építmény körülbelül 1490-ből származik, az akkori földbirtokosokhoz, a MacLeod klánhoz köthető. A kastély egy egyszerű téglalap alakú torony volt, délkeleti részén kerek lépcsőtoronnyal. A felső emeleteken szögletszobákat alakítottak ki. A földszinten három terem volt, amelyek mindegyike boltíves volt. Úgy tűnik, hogy négy emelet volt, és ezek közül az első is boltíves volt, a többi emelet egyszerűen gerendázott volt. Ma már csak egy műemléki nyilvánított rom áll ebben a skót festői környezetben. Eljöttünk ehhez a kastélyhoz, vagyis hát annak a romjaihoz. Körben 360 fokban hegyek. Itt van egy, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy torkolat, mert mind a két oldalról gondolom, ez dagálykor ez össze szokott érni. Tehát ez egy rész a tengerből, tehát egybe tartozik, csak apálykor van ez a homokpad, és így lehet bejutni a kastélyhoz. Írják, hogy nem lehet kempingezni. Még annyi, hogy látjátok, még ott is van egy rom, és ez a másik oldala. És ha a vár rom mögé jövök, akkor is még ez a zöld felföld látható. Nagyon jól néz ki. A távolban hatalmas hegyek. Felhő takarja a csúcsait. És itt a rom. Nagyon sok helyen már nem álltunk meg, mert ugyanazt a homokos tengerpartot láttuk volna mindenhol, de akkor tényleg soha nem végzünk. Most haladunk, előbb elmentünk egy nagyon-nagyon-nagyon hatalmas tó mellett, de ott se álltunk meg, mert nem álltunk neki hajókázni, csónakázni, meg ott nem is voltak faluk, kis falvacskák. A Lake Districtben azért volt jó, mert ott minden egyes város más arcát mutatta, és ott jó volt sétálgatni. És onnan elmentünk néha a csónakázni, vagy ilyesmi. Ez a másik oldala. Itt egy kis börtön látható. Ide legytek bezárva, ha nem iratkoztok fel a csatornámra.
Ott parkoltunk, onnával, és ott van egy vízesés, oda fogunk most átmenni. A mai részt ennyi volt, remélem tetszett, ha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. A következő részben a várrommal szembe lévő vízeséshez megyünk át, arról lesz pár jelenet, aztán részesei lehettek a mi hamburgás ütögetésünknek, amit a lakóautóban csináltunk, és továbbra is a Skót Felföld csodálatos helyét mutatjuk be nektek. Remélem a következő videóban is velünk lesztek. Ha tetszett a videó és nem akartok lemaradni a következő videókról, akkor nyomjátok meg a csengőikont, és ne felejtsetek el feliratkozni sem a YouTube csatornánkra. Követhettek minket még a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. Linkek a leírásban. Remélem a következő videóban is találkozunk. Addig is, sziasztok!